A mai sportosztályításomban összefoglaltam az NB3 észak-nyugati csoport 28. fordulójába lejátszott szombathelyi MÁV haladás VSE, Bicskei, TC bajnoki labdarúgó mérkőzés legszebb, legizgalmasabb jeleneteit. A találkozó összefoglalója után ismertetem a forduló eredményét a góllövőkkel, majd a góllövőst első 8 helyezettjét és a legfrissebb tabellát. Végezetül a két szakvezető értékelését nézhetjük és hallhatjuk. Műsorom végén búcsúzom egy rövid összefoglaló értékeléssel és a mérkőzés két góljának a megismétlésével. Elnézést kell kérnem mindenkitől, aki a megszokott időbe várta a videó összeállításomat, de most a bajnoki mérkőzés után kedden csapatunkkal elutaztunk a 250 kilométerre fekvő szülővárosomba, Vésztőre, gyerekkorom városába, egy gála mérkőzés lejátszására, hogy végleg búcsút intsek a nagypás foci emlékének, hiszen ebben a városban kezdtem a játékos pályafutásomat, és itt szerettem meg a labdarúgást, amelynek vagyok a hű szerelmese napjainkig. Egy kicsit konkrétabban erről az eseményről, hiszen a Bicskei Tornaklub felnőtt labdarúgó csapatával 2024. május 14-én kedden visszatértem szülővárosomba, gyerekkorom városába, egy rövid kiruccanásra a Vésztői TK labdarúgó csapatához, egy barátságos labdarúgó mérkőzésre. Itt kezdtem labdarúgó pályafutásomat, hálás vagyok a városnak, hogy itt ismerhettem meg a gyerekkoromban a legnépszerűbb labdarúgó sportágat. 1968-ban lettem a Vésztefeska igazolt labdarúgója, egy kisebb kitörővel Békés Csaba építők, majd a Békés Csaba Előre FC játékosa voltam egy-egy évet. 1970-ben kerültem jelenlegi lakhelyemre, Bicskére, ahol előbb kispályán, majd össze már nagypályás, BTC megy egyes labdarúgó csapatában lettem igazolt versenyző, és azóta vagyok a városban egyesületünknek a tagja. Köszönetet kell mondanom a Bicskei Tornaklub egyeset vezetőinek, Teszeri Zoltán elnökünknek és Csordás Csaba szakmai igazgatónak, hogy felkarolták a kezdeményezésemet, és a bajnok esélyes csapatunk tagjaival visszatérhettem szülővárosomban. Abban biztos voltam, hogy a Vésztői sporttelepre kilátogató nézők, szurkolók nem fognak csalódni és unatkozni, mert egy remek kis mérkőzést láthattak ezen a délutánon. Itt mondok köszönetet Karakas Anikó Vésztői város polgármester asszonyának és Kuti István vezető edzőnek is, akik első szóra vállalták küldöttségünk vendéglátását. Erről a kiruccanásról egy kicsit később adok majd részletes tájékoztatást. Most meg rátérek a szombathelyi MÁV haladás VSE Bicske bajnoki mérkőzés részleteire, hiszen ősszel már találkozott egymással a két csapat Bicskén, akkor mi nyertünk 1-0 arányban Soron Tibor találatával, a 62. percben volt eredmény. Most meg kérem hallgassuk meg Nagy Attilát, Bicska Tigers vezérszurkolóját, hogy ő hogyan nyilatkozik a mérkőzés előtt. Szevasz Attila, itt vagyunk Szombathelyen, Bicskétől 198 kilométerre. Hát köszönjük, hogy eljöttetek. Lesz népesebb ez a Bicskei tábor? Sajnos eléggé sérültek és betegek vagyunk mi is. Igen. Sajnos a csapatban is vannak sérültek, betegek, így a szurkoló táborban is. Egy páran még jönnek azért, de nem lesz túl nagy létszám. De szerintem mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy buzdítsuk a csapatot. Mit válsz a mérkőzéstől? Mindenféleképpen vendéggyőzelmet. Igen. Elvisszük a 3 pontot. Nagyon-nagyon kellene a gólarányunkat javítani, ugyanis a Veszprém csak gólarányjal előz meg minket, ugyanannyi pontunk van, ugyanannyi a győzelmek száma, 5 góllal jobb a gólkülönbségük, úgyhogy nekünk ezzel mindenféleképpen javítanunk kell. Én nagyon szeretném, hogy az ezüstérem meglegyen a Bicskének az idei évben, szerintem van is rá bőven esélyünk, úgyhogy az utolsó 3 mérkőzésen gólarányt kell javítanunk. Jó. Attila, azt tudod, hogy ma van a Veszprém 3. kerület meccs, először Ettőmítvász, és a Sopron Tatabányát. Ez nagyban függ, hogy mi hol helyezkedünk hát majd el. Igen. Mit válsz ettől a két meccstől? Hát először a Sopron Tatabányáról nyilatkoznék, igen, az könnyebb. Nyilván... Nincs benne hazai győzelem? Esik? Nincs benne hazai győzelem? Hát nagyon erős a Tatabánya, egyébként szerintem meg is érdemlik azt, ahol vannak az első helyet egyelőre a tabellán. Igen. Nem sok esélyt látok arra, hogy ők elszórjanak még 3-4 pontot ahhoz, hogy mi behozzuk őket. Úgyhogy lehet, hogy majd csak az marad a végére, hogy gratulálunk nekik a győzelemhez, és szorítunk, hogy feljussanak az MB2-be. De, mint Bicske szurkoló, azt kell, hogy mondjam, bízok a soproni győzelemben a mai napon, úgyhogy hajrá Sopron! Ezt akartam hallani. És a 3. kerület is ott tehet, ha mennyiben legyőzi a Veszprém csapatát? Én ott azt mondom, mert a kerület is nagyon veszélyes, még ránk 2 pontra van lemaradva tőlünk.
Úgyhogy nekünk ott a legjobb egy döntetlen lenne, mert akkor mindkét csapat veszít két pontot, ezáltal a Veszprémet megelőznénk kettő ponttal, a kerületről meg ellépnénk négy pontra, ha nyerünk ma, de hát nyilván én úgy kalkulálok, hogy ez a Bicske győzelem, ez itt biztos kell, hogy legyen. Hogy értékeled az eddigi tavaszi szereplésünket? Szerintem nagyon-nagyon jó csapat állt össze, igen. És azok ellenére, hogy rengeteg sérüléssel küzdködünk, meg ugye voltak eltitoltaim, múlt héten is két játékosunk volt, öt sárgás, egyszer kaptunk ki a tavaszi szezonba, és szerintem ez egy nagyon jó eredmény. Ha az egész évet nézem, akkor pedig Bicske 112 éves történetének során ez a valaha volt legjobb eredmény, amit elérünk. Negyediknél rosszabb helyen már nem végezhetünk, de én a dobogóban mindenféleképpen bízom, de leginkább az ezüstérem az, amit én szeretném, hogyha a csapat elérne. Nyilván a bajnoki cím is nagyon jó lenne, de ahhoz az már nem a mi kezünkben van. És a mai mestő mit vesz? Hát nekünk van egy ilyen hazai kis Facebook csoportunk, ahol van egy ilyen tippjáték. Mivel tudom azt, tehát a játékosok is tudják, hogy gólarányt kell javítani, én 0-t tippeltem, mindenféle, ezt nem azt mondom, hogy nagy képűség, és hogy elfogult vagyok a saját csapatunkkal, ugye az ellenfél már biztos kieső, remélem, hogy elengedik most már ezt az évet, és a jövő évre fognak koncentrálni, nekünk gólkülönbséget kell javítanunk, nekünk ez alapján jó, így is kell játszanunk, hogy gólokat. Ez így legyen, köszönöm szépen, hajrá Bicske! Köszönöm, hajrá Bicske! Nyerünk 3-1-re. 3-1-re nyerünk? Mire alapozod ezt, hogy 3-1-re nyerünk? Nem tudom. Jobbak mire. Vagyunk, hát kiesett csapat igen. Ellen játszunk, nem? Azt nem tudom. Elég a 3-1, de már kiesett. Igen, Már kiesett a csapat. Jó. Elég a 3-1, Bácsi? Igen. Elég? Na, legyen úgy. Köszi. 3-1-re győzünk. 3-1-re győzünk? Nagyszerű. Kirúgja a gólokat. Vagy ki? Mindegy, hogy kirúgja, csak győzünk 3-1-re. Jó. 3-1-re győzünk? Hát ez egyértelmű, hogy minden bicskei szurkoló, bizakodó, hogy nyerni jöttünk a Szombathelyre, de hát ez nem így sikerült. A Nyugat-Dunántúli turné következő állomása, tehát Szombathely volt, ahol már kiesett, hazai csapat volt a következő ellenfél. A két csapat össze Bicskén egymás ellen játszott, már akkor Soron Tibi 11-es szerzett góljába tartottuk otthon 3 pontot. Okay. Most is nagy szükség volt a 3 pont megszerzésére, hiszen az eredmények ebben a fordulóban részünkre kedvezően alakultak. Csapatunknak csak egy góllal kellett volna legyőzni a MÁV haladás VSL labdarúgóit, ami sajnos nem sikerült. A körülményekről nehéz pozitívot mondani, távoli öltöző, fedett lelátó hiánya, kamera elhelyezési probléma, ülőhely probléma, stb. No kérem, akkor nézzük, hogy ki ellen játszunk, hiszen a haladás VSE csapata idén tavasszal még hazai pályán nem szerzett pontot. Tavasszal két győzelme van, a többi vereség. Tehát ez annyit jelent, hogy 10 meccsből két győzelme, 8 vereség. Kellen ellen idegenben szereztek egy 3-2-es győzelmet, és a ZTFC 2 ellen szintén idegenben 2-1-re győztek, és szerezték meg a mérkőzés 3 pontját. Most a 11. meccsen nagy-nagy meglepetésünkre, ugye szereztek tőlünk is 1 pontot. Ősszel 14. helyen voltak, 16 pontot szereztek, 4-4-9-es volt a mutatójuk, most pedig ugye 6-4-17-es lett a mutató, tehát tavasszal mindössze 6, plusz ezen egy mérkőzésen 1 pont, tehát összesen szereztek 7 pontot. Ezek után nézzük a két együttes összeállítását, mert jönnek be a csapatok a felező vonalhoz, a kezdéshez. Vendégcsapat Bicske összetétele Illés Bence, kapuban további játékosok Dankó Márton, Lakatos Gergő, Gasztner Roland, Szál Péter, Varga Szabolcs, Savanya Ferenc, Hirman Kristóf, Tisler Patrik, Bosoki Imre, ő a csapatkapitány ezúttal is, Dulló Martin kezdő, 11-en léptünk a pályára. Sötét mezben a haladás üdvözölte a közönséget, tiszta fehérben pedig a Bicskeiek. Cserepadon foglalt helyet nálunk Radnóti Boton, Belicki Gergő, Varga Bence, Fördős Adrián, Benke Áron, Boda Balázs és Gyurác András. Stábtagok Csordás Csaba, a sportigazgató, Király Dávid asszisztensedző, Dóra Tibor masszőr, Komjáti Péter technikai vezető, Józsa Miklós kapusedző és Borbély Erik erőléti edző. A hazaiak összetétele: Horváth Bendegúz a kapuban, további játékosok Szenci Bence, Szabó Martin, Varga Csaba, Horváth Márk,
Cuci Péter, Tóth Márton, Buzás László, Kovács Bálint, Árvai Dávid és Ferenc Zoltán. Ő a csapatkapitán, kezdő 11-jel léptek a pályára. Cserepadon foglalt helyet Pataki Roland, Varga Márk, Győre Noel, Horváth Dániel, Víg Patrik, Balog Ákos, Pap Márton és Hende Máté. Stábtagok: Szenci Imre vezetőedző, Márkus Gábor asszisztensedző és Petrovics Balázs szintén asszisztedző. A mérkőzés játék vezetője Juhász Bálint. Az a Juhász Bálint, aki a legutolsó vereségünk mérkőzését vezette a Dorog ellen, és egy olyan gólt adott meg a partjező beintésére, ami a gólvonalon függőlegesen felpattant. Tehát ő a főmérkőzés játékvezető, de viszont segítői teljesen újak, akik még nem vezettek Bicskének: Deme Rajmund és Varga Tamás. Játékvezet ellenőr pedig Faragó Miklós. No, kérem, ezt a találkozót 2024. május 12-én vasárnap játszották Szombathelyen a nagy stadion a mögött lévő egyes számú füves pályán. No kérem, hát akkor még itt láthatjuk a mérkőzés operatőrét, jó magam személyében. És akkor ezek után jöjjön a mérkőzés összefoglalója, hiszen lesznek érdekességek, szép pillanatok ezen a mérkőzésen is. Itt egy fejes, amely a kapufáról visszapattanva jutott el Illés Bencéhez. Íme még egyszer a jelenet, 55-össel. Cuci Péter volt az, aki kapura fejelt, itt pedig mi próbálkozunk, a hazai védők szerelnek. Hát elég rossz volt a vétel itt nappal szembe venni, hiszen a másik oldalon, ahol a nap hátam mögött lett volna, ugye ott a rendezők előttem álltak, és nagyon kedvesek voltak, akik nem voltak hajlandók arrébb menni egy méterrel, mert ők azt mondták, hogy nekik itt kell állni, hát az előírás az előírás. Tehát ezt tudomásul vettem, és átjöttem ide a túloldalra, bizony nappal szembe pedig nehéz a vétel, meg rossz a vétel. Íme egy lehetőség, és Benke Áron az, aki kapusba lőtte a labdát. Egy jó passz után, egy kijátszott támadás után zicser volt, de nem éltünk vele. Így tehát marad a 0-0 itt a mérkőzés elején. Bozsoki fejeli tovább a labdát, Tisler próbált egy ollozott mozdulattal kapura lőni, de nem sikerült, nem talált el a lasztit. Jön a beadás, és ott egy fejes szintén Tisler részéről, de fölé szállt ez a pattintott fejes. Itt pedig Szápeti adja röviden hazalabdát, lecsapnak a hazai játékosok, és ott a gól. A minden itt neki, a 13. percbe Szenci szerzi meg, Szenci Bence szerzi meg a vezető találatot a hazaiaknak. Szenci Bencének ez már a 8. találata. Íme nézzük meg még egyszer ezt a jelenetet. Szápeti röviden adja a labdát haza. Szabó Martin lecsap rá, hiszen nagy lendületben volt, megelőzte Szápetit, betette középre, Szenci pedig érkezett, a két meghatározó hazai játékos, hiszen Szabó Martinnak 10 gólja van, 5 csapatnak rugott 10 gólt, Szenci Bencének emérkőzés előtt pedig 7 gólja volt, amikor 6 csapatnak rugott gólt, és most lett a 8. gólja, így tehát 7 csapat ellen tudott betalálni a hálóba. Tehát ketten megint összehoztak egy gólt, és akkor még nem tudtuk, hogy ez az egy gól esetleg a pontszerzésüket jelenti, hiszen nagyon korán jött ez a gól a hazaiak részére, ekkor még mi is bíztunk benne, hogy semmi baj, hiszen 13. percet mutatott a nagyóra mutatója, akkor tehát még volt idő bőven hátra ahhoz, hogy megfordítsuk a mérkőzés állását. Nézzük tovább a mérkőzés jelenetét. Itt átszáll a labda a védőn, és Varga Szabocs félfordulatból ballal az oldalhálót talált el. Hát ez nagy gólszerzési lehetőség volt csapatunk játékos előtt. Varga Szabocs azonban az oldalhálót talált el. Itt pedig jön Tisler, félfordulatból adott lövését védte a kapus. Mekkora védés Horváth Bendegúztól. Íme még egyszer a jelenet. Felugrik Tisler, a kapus nem tudja megfogni, meg akarta fogni, kisozott a kezéből, Tisler jól fedezi a labdát, jól is fordul rá, csak pont oda a kapu közepébe rúgja, ahol állt Horváth Bendegúz. Itt pedig egy ballábos lövés Varga Szabocs részéről. A hazaik szögletét látjuk, csavarodik be a labda, visszafejelik, jön Illés a kapuban, és maga biztosan húzta le a bevetődő hazajátékos elő. Egy szép kényszerítőzés, Dulló betette középre, Savanyánál marad a labda, ő azonban, hát elég csúnyán fölé rúgta, ez is egy biztató jelenet volt, egy szép kiugratás, de Tislernek hosszú ez a labda. Ezúttal a hazaiak próbálkoznak, Bozsoki felfejére magasba, ott van még a labda a hazaiaknál, egy lövés, amely gyengére sikerült, és egy másik lövés a hazajátékos részéről, ez pedig levágódott a védőkről.
itt egy újabb próbálkozás, ez sem hozott eredményt, itt meg a labda megszerzésért megy a harc, hoppá, ott egy ütközet. Hát igen, hír van, ha jól látom, átesett a hazai játékoson, nem volt semmi szándékosság, de Juhász Bálint úgy ítélte meg, hogy ez bizony sárgalapos figyelmeztetés, sőt, mind a két játékos sárgalapos figyelmeztetésben részesült, Búzás László is a hazai játékos részéről. Én úgy érzem, hogy ez egy kicsit szigorú ítélet volt. És itt egy lecsorgó labda, amely elkerült a hazai kapuját ezúttal a Szombathelyek végezték el a sarokrugást, ott a labda, hol a labda, hát ide-oda pattogott a labda, még nem a játékvezető megoldott a szabadrugást, itt kifelé. Itt egy ballábas löket, egy jobb lábas löket, egyik sem ment el kapunkig, hiszen Árvai Dávid volt az utolsó lövő, itt pedig egy szép fejes kapura, de ezt is védte Horváth Bendegúza, hazajök hálőre, éme még egyszer jelent, Szál Peter remekül csavarja be, és ott van Hírman fejese, de sajnos alacsony, illetve pont oda ment a kapu közepébe, amelyet biztosan védett Horváth Bendegúz. Ezóta Tisler ütközik az elébe álló játékossal, itt még átugorja a szabálytalanul szerő játékost, neki fut a játékosnak, és ezt a játékvezető szabad dugásra honorálja. Tisler Patrik mondja is, hogy hát nem tehetett róla, hiszen elébe állt a nevezett játékos, de Juhász Bálintot ez nem hagyja meg. És kérem, ebben a pillanatban vége az első játékrésznek. Tehát egy gól a 13. percben, amely Szenci Bence Imre 8. gólja volt ebben a szezonban. Bence egyébként rugott gólt a Csornának, a harmadik kerületnek, Balatonfürednek, a Kelen SC-nek, a harmadik kerületnek, a harmadik kerület otthonába is rugott egyet, Budaörsnek 2-t, és most Bicskének rugott egyet, így jött össze neki a 8 rúgott gólja. Itt még láthatjuk a nézők egy csoportját, hiszen Bicske örül, mint egy 20-an voltunk jelen, hát inkább talán 25-en, a hazak részéről pedig mint egy 80-an, tehát mint egy olyan 100 nézője volt ennek a találkozónak, pedig remek volt az idő. Azért még el kell mondanom, hogy a bicskeiek házi góllövőistáját Gassner és soron vezeti 8-8 góllal, és jelenleg emérkőzés előtt Tisler Patriknak van 7 gólja. És akkor nézzük ezek után a második játékrész történéseit. Egybeadás, amely kicsit magas volt Tislernek, és fejéről a labda mellé csúszott. Gassner teheti be a labdát, át a hosszúra, még befutják játékosaink. Ott a lehetőség, Benke Áron megiramodik, alapon előtt visszateszi, de végül is a túlerő győzött, és Belickit előzték meg, ha jól láttam. Igen, újabb beadás. Itt a gólhelyzet Bence előtt, Varga Bence azonban visszatette Benkének, akit ugyan szorongattak, nem is lehetett már ott nagyobb helyzet enni. Íme Varga Bence lekezeli, megszelidíti a labdát, behelyezhetni oda a hosszúba, de úgy ítélte meg, hogy többen álltak előtte, ezért visszatette, végülis Benke mentettek. Jön egy újabb adás, amelyet Tisler előre az utolsó pillanatban Horváth Bendegúz ölelt magához. Itt pedig egy újabb lehetőség, ebből sem lett Bicskei gól, jön az újabb adás, Tisler továbbfejli, ott van Benke előtt az ígyszer! És nem találja el Áron a labdát, óriási gólszerzési lehetőség, íme még egyszer! Oda gyengén, oda gurította a hazajak kapusának a lábához Horváth Bendegúz, persze, hogy könnyedén tudta ezt védeni. Jön az újabb szöglet, de ebből csak egy szögletet tudtunk kihozni. És akkor tovább támadunk, jön az újabb beadás jobbról, és ebből sem lett semmi, mert a védők, ha nehezen is, de szereltek, és kihozták a labdát itt bal oldalon, itt egy ütközet, hír van Kristóf részéről. Hát ezt a játékvezető úgy ítélte meg, hogy szándékos szabálytalanság volt, pedig egy az egybe testesteleni ütközetet láthattunk. Íme Hírman 65. percben egy újabb sárgalapot szerez. Igen, itt Bozsok Imre, mint csapatkapitány próbálja megmagyarázni a játékvezetőnek, vagy magyarázatot kérni a játékvezetőtől, hogy most ezt miért kapta ezt a sárgalapot, hiszen látunk már nagyon sok ilyen esetet sok mérkőzésen, amikor ütköznek a játékosok, ez egy testesteleni ütközet volt, itt pedig egy kezezés van, hát ezt ismétlem, amikor a közönség, a bicskei közönség
tüntetett és követelte a 11-es. Tessék nézni, ott van, ott a kéz. Hát ez mi, ha nem kéz? Kinnak ez a játékosnak, egyértelmű kezdezés, de a Juhász Bálint játékvezető ezt is tovább engedte, és itt valószínű Bozsuk Imre számon kért, hogy előző esetnél, ugye, ha lefújja azt a kezdezést, akkor nincs ez az incidens, nincs ez az ütközet, miután Hirman Kristóf ugye újabb sárgájával el kellett hagynia a játékteret. Tehát a 65. perctől ember hátrányban játszó csapatunk. De nézzük tovább, hiszen létszám hátrány ide vagy oda, mi támadtunk többet, jön a beadás újból, ez már egy újabb ismétlés, és a feje fölött átszállt Tischlernek a labda, kilökték a labdalól, és ezúttal Juhász Bálint 11-es tité csapatunk javára. Éme, hát egyértelmű a lökés, gól helyzetben, ha nem löki ki a labdalól, akkor befelé. És jön a 11-es végrehajtó, a Tischler, és a jobb kapuva tövéhez rúgja a labdát. És így a 70. percben megvan az egyenlítő találatunk Tischler Patrik szezonbeli 8. góljával. Egy egyszerű, magabiztosan végrehajtott 11-es láthattunk. Éme még egyszer, Tischler Patrik nekifut, és nagy rutinnal keményen oda rúgja a jobb alsó sarokba, hiszen Horváth Vendegúz ugyan jó irányba ment, de ezt a kemény gyors lövést nem tudta hárítani, és ezzel tehát megvan az egyenlítő gólunk. 8. gólja a Tischlernek, rugott gólt Puskásnak, Gyirmót FC Győrnek, Gyirmót 2-nek 1-et, Dorognak, Veszprémnek, Kelennek 2-t, Komáromnak 1-et, és most a haladás ellen 1-et, tehát így jött össze Tischlernek a 8 gólja, és most már holt versenyben 3-an állnak a bicskei góllövők. Egy újabb adás, ha nehezen is, de védte ezt a hazaiak kapuvédője. Ezúttal hazaiak próbálkoznak, beteszik a labdát, és ott egy szép szerelés Lakatos részéről. Egy újabb indítás, de ez túl mély volt Gaszternak. Egy újabb beadás Benkáron részéről, és kikerül a labda, Dulló adhatja be, jön a labda, és kifejelték ezt is a védők. Itt pedig egy hazai próbálkozás újból. Pap Márton az, akinek a lövését magabiztosan védte él, és ezúttal jobb oldalon próbálkozunk labdát szerezni. Hoppá, itt egy szép levitel, hiszen Belicki nem tudta megkerülni a hazai játékost, és csak lerántani tudta, hát ez semmi szándékosság ebben nem volt ebben az esetben, vagy ennél az esetnél, így tehát csak szóbeli feddésben részesült a két játékos. Ezúttal újabb próbálkozás, Gaszner lőhetett volna egy kicsit előbb, akkor nem lövi be bele a blokkba, itt pedig Dulló kapás lövését blokkolták a védők. Egy újabb fejes, és ott az ígyszer, és nem tudjuk bekotorni, mert Horváth Bendegúz ezen a napon fantasztikusan védett. Éme a kipattanóra érkezik Tischler, de nem ér oda, mert Horváth utána vetődött, és megszerezte a labdát. No kérem, hát ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, amely 1-1-el zárult. Hát bizony ez egy vereséggel felérő döntetlenre sikerült ez a meccs. Sajnálatos módon egy nagy védelmi hibát követően korán megszerezték a vezetést a hazaiak. Ezután ment előre ugyan csapatunk, de sok hibával játszott. Ezek után már csak az egyenlítés sikerült. A vetélytársak botlását így nem sikerült kihasználni. A lehetőségeink megvoltak, de játékosaink a döntő pillanatokban rossz döntést hoztak. A célunk eléréséhez, amely az első 3 hely volt, a következő 2 mérkőzést hozni kell, de hogy ez mire lesz elegendő, az előttünk álló csapatok eredményeitől is függ. Ebben a fordulóban az első helyen álló Tatabánya XL Csopronban, második helyen tanyázó Veszprém kikapott a 3. keret csapatától, így továbbra is a 3. helyen állunk, de ezúttal magunk mögé szorítottuk a tavalyi bajnok Veszprém csapatát, viszont a 3. keret tévéje, akik hetek óta mögöttünk voltak, ezúttal megelőztek bennünket. No kérem, a két szakvezető nyilatkozata után még jövök vissza a forduló eredményeivel és a tabellával is a góllövőkkel. Most meg hallgassuk meg a nyilatkozatokat. Kedves Imi, gratulálok a pontszerzéshez. Hogyan tudnád értékelni ezt a 1-1-es döntetlent? Köszönjük szépen a gratulációt. Hát maga bajnoki helyezésünk ezen már nem múlik, de az volt az elsődleges kérésem a srácokhoz, hogy állva, ha meghalunk, akkor is állva halljunk meg. Ennek viszont 100%-ban eleget tett a társaság.
Úgyhogy ebből a mentális oldalból 100%-ig elégedett vagyok a gyerekek teljesítményével. Lesz még ilyen mérkőzésetek, hogy az első három helyzet valamikével játszatok? Hát ugye legközelebb megyünk Dorogra, aztán jön a Tatabánya. Hogyha tudunk, akkor azért segíteni fogunk a Bicskének. Akkor az ellen is várhat egy ilyen lelkes játék? Mindenképpen. Émi, a szereplésetekről néhány szót, hiszen ősszel szereztetek 16 pontot, most jelenleg ez volt a 7. pont. Mennyire vagy elégedett, vagy mi ennek az oka ennek a kettőségnek? Hú, ez azért összetettebb. Vannak olyan dolgok, amiről most nem szeretnék nyilatkozni, meg lesz annak az ideje és a módja, amikor kinyilváníthatom esetleg a véleményemet. Most is, a tavasszal is voltak mérkőzéseink, amelyikben benn maradt ugyanúgy az a pontmennyiség, ami az ősszel. Nem akarok én szerencsétlenségre vagy szerencsére fogni, mikor melyik szituációt veszük előtérbe. Fájó egy kicsit, mert ebbe azért több volt. Én úgy gondolom, azok a pontok, amik benn maradtak azzal, akkor akár a középmezőnyben is végezhettünk volna. Benéztünk, megnéztük, mi van ebbe az osztályban, remélhetőleg, hogyha itt Szombathelyen rendeződnek a viszonyok, akkor újra visszajöhetünk ide, és akkor tanulunk, remélhetőleg tanulunk a hibákból, és akkor már eredményesebbek leszünk. Hát gondolom, ez a tanuló év azért sok hasznos tapasztalattal jár, és gondolom, levontad a megfelelő konzekvenciákat, hogy hogyan, miként kellene a jövőben csinálni, hogy bennmaradjatok. Rengeteg, persze, mind az NB3-ban játszott futball, abban egyébként nekem, hogyha mondhatom, van egy kis csalódásom, sokkal több játszócsapatra számítottam. Én úgy gondoltam a bajnokság elején még a nyáron, hogy nekem, mint a csapatomnak sokkal többet kell majd mélyen védekeznem. Nem, úgyhogy ez viszont meg a gyerekeket is dicséri, mert nagyjából pariba voltunk az ellenfelekkel. Egy-egy vereségünk volt, ami nagyobb arányú volt, de a többi élcsapattal is ugyanúgy megpróbáltuk felvenni a versenyt. Persze kevesen voltunk, az is tapasztalat, hogy ehhez azért ez a fiatal társaság, azhoz kellenek, mindenhol kellenek azért egy rutinos játékosok, akik a kvalitásukkal azért meghatározzák egy csapatnak az eredményességét. Igen, itt a végén, a mérkőzés után mit mondtál a fiúknak az öltözőben? Amit mondtam az öltözőben, megint csak, amit az előbb említettem, csak gratulálni tudtam nekik, és adtam nekik két szabad napot, mert az előbb elhangzottak szerint, tehát nagyon kevesen vagyunk, van 10 felnőtt játékosomat, úgy tudom jellemezni, hogy az a 20-tól 25 éves korig, a többi mind alatta van, tehát 16-17 éves gyerekek is játszanak nálunk, de ez volt a cél, ez volt a koncepció, ami akkor megfogalmazódott, amikor elindultunk ezen az úton. Úgyhogy mondom, én büszke vagyok a gyerekekre, emberi tartásról is tanúbizonyságot tettek, úgyhogy én most megemelem a kalapomat. Egyébként a mérkőzés meg szerintem úgy reális az X, mert ott a végén volt a vendégcsapatnak is zicsere, nekünk is voltak lehetőségeink. Egy jó harcos, egy elég jó iramban történő mérkőzés volt, talán egy kicsit a színvonal lehetett volna jobb. Hát köszönöm szépen, imádom az interjút, és a hátrajövő két mérkőzésre nagyon sok sikert kívánok nektek, és hát jövőre, illetve a következő bajnokságból akkor majd meglátjuk, hogy találkozunk-e vagy sem. Így van. Mondom, még egyszer, mindent meg fogunk tenni a Tatabánya ellen is, már a Csordás Csaba barátom miatt is, hogy ami az egyenlőnkből kitelik az utolsó fordulóba, és akár még megmaradjon a szansz a Bicskének az NB2-es feljutásra. Én ezt kívánom egyébként. Akkor jó, akkor ne találkozzunk jövőre. Köszönöm szépen az interjút, csak sikert nektek. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Csaba, gratulálok az egy pont szerzéshez, de én úgy érzem, veszítettünk két pontot a mai napon. Hogyan tudnád értékelni ezt a mai mérkőzést? Én egyértelműen az ellenfelünknek szeretnék gratulálni, hogy ebben a nehéz helyzetben is megpróbáltak mindent megtenni. Nyilván ehhez nagyon kellett a mi közreműködésünk is. Igazából az elején volt egy pontrugás után egy kapufájuk, ami nagyon veszélyes volt, és utána ugye mi adtunk nekik egy gólpaszt, azt kegyetlenül kihasználták, aztán utána egész mérkőzésen azt gondolom, hogy fölborult a pálya, nyomtunk, zicsereink voltak, tipikus olyan mérkőzés, hogy ilyenkor a labda mindig kifelé pattan, aztán ugye hála Istennek a 200-es 11-esből egyet befújt a játékvezető, azt értékesítettük, még aki látta a mérkőzést, még a 93. utolsó másodpercben is ajtóablak zicserünk volt, egy fejes, ott a kapusuk nagyot védett. Én igazából magunkról most nagyon nem szeretnék mit mondani, hanem az ellenfelet szeretném megdicsérni, úgyhogy remélem, hogy itt is Szombathelyen a labdarúgás meg fog oldódni.
szurkolok nekik nagyon, és gratulálok a pontszerzéshez. A kiállításunk befolyásolta a mérkőzés eredményét, szerinted? Hát olyan szempontból nem, hogy továbbra is nyomtunk, és megvoltak a meccslabdáink. Természetesen ez az öltözőre tartozik, ezt majd én le fogom rendezni, de nem volt szép dolog, hogy egy ilyen kiállításban van állt. Csaba, mi a csapat eheti programja? Ugye nyomjuk kőkeményen, mert még két fontos mérkőzés van, annyi, hogy beiktattunk kedden egy vésztői kirándulást, ugye a szülőfaludba, a szülőotthonodba. Igen. Úgyhogy bízom benne, hogy ott is méltón helyet tudunk állni, és utána készülünk ezzelre, mert nagyon fontos mérkőzés lesz a Győrrel. Szerintem fel a fejjegy, hozzuk az utolsó két meccset, és akkor majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. Bízom benne. Köszönöm szépen az interjút, sok sikert csapatunknak. Végezetül gyorsan még egy-két adat, amit nem mondtam el. Csereként beszállt a hazaiaknál Horváth Dániel, Vég Patrik, Balog Ákos és Pap Márton. Nálunk pedig Benke Áron, Belicki Gergő és Varga Bence. Ezek után jöjjön a 28. forduló eredménye. ZTFC 2, Puskás Akadémia FC 2, 0-5. Eto Akadémia, Gyirmont FC Győr 2, 1-4. Budaörs, Balatonfüred 8-1. Vízilabda eredmény. Kelen SC, Csorna Ese 0-1. Óriási meglepetés. Kaula Sopron, Opus Tigás Tatabánya 1-1, ez is meglepetés. Komárom VS-e, Dorog FC 1-1, Szombathelyi Máv, Haladás, Bicske 1-1. És mostan a legnagyobb meglepetés, VSC, Veszprém, 32 TV-je 0-3. A góllövő listán Bartusz Dániel 21 gólos, Magas Földi József 16 gólos, szintén 16 gólja van Víg Ádám, aki ebben a fordulóban szerzett egy gólt. Árvai Dániel 14 gólos, 13 gólos Barci Dávid, Ominger Bence 12, Szabó Tamás szintén, és Erdély Milán 10 gólos. Ezek után gyorsan még a tabella. Első helyen maradt tovább is 60 ponttal a Tatabánya. Második helyre jött fel, két helyt ugrott a tabellán, harmadik helyet tévéje 57 ponttal a jobb gólkülönbségével. A Bicske csapatát előzi meg, akinek szintén 57 pontja van. Tehát mi maradtunk ugyanazon a helyen, de viszont magunk mögött van a Veszprém, akinek 56 pontja van, ők visszazuhantak két helyet. Ötödik a Gyirmót FC 44, hatodik a Budaörs 41 pont, a hetedik a Dorog, nyolcadik a Komárom, kilencedik a Puskás Akadémia FC 2, tizedik a Kaola Sopron, tizenegyedik a Kelen SC, tizenkettedik a Balatonfüred, tizenharmadik az Eto, tizennegyedik a Máv Haladás VS-e, tizenötödik az ETFC 2, tizenhatodik pedig a Csornai Ese. Én úgy érzem, hogy végül is közelebb álltunk a győzelemhez, több helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos nem tudtuk azokat értékesíteni. Semmi baj, folytatás 2024. május 19-én, vasárnap 17 óra kezdettel a Bicskei Arénában az Eto Akadémia ellen, és reméljük, hogy csak úgy, mint tavaly az utolsó hazai meccsen, Gyirmót FC 2 ellen, reméljük, hogy több gólos győzelemmel fogunk búcsúzni hazai közönségünktől. Mindenkit szeretettel várunk az utolsó hazai mérkőzésünkre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!